Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban Tenet Warboard Changers Cyberverse széria első szériájának Grimlockja kerül bemutatásra. Nos, Grimlock mint olyan egy aprócska T-Rex a maga mienségében, farok csúfikálva és fejét bólogatva. Nos, Grimlock egy régi Transformers karakter, aki már az első generációtól kezdve a Transformerekkel van. Nos, ilyen rövid ismertetés után nézzük is meg, hogy mekkora kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénkhez képest. Itt látható, hogy LEGO emberkénknél igaz alacsonyabb, de hosszúságát tekintve egy hosszabb kis Tiny Turbo Changerrel van dolgunk. Magasságát tekintve pedig ebben a módban körülbelül LEGO technik emberke válláig érne, hogyha a farkán meg tudna állni, de hát hogy sokakhoz hasonlóan ő se képes erre. Nos, féltéve őket, hozzunk be a képbe még egy valós hasonlatot, miszerint sem ide tesszük The Blue-val, és megnézzük, hogyan reagál egymásra a két dino. És igen, keverik egymást, jó van, nem verik meg egymást, akkor el is vonul, és behozzuk a képbe mérőmanót a maga mienségében. Megtekintjük, hogy Grimlock teljes hosszúsága 7 cm, szélességét tekintve pedig len 3 cm-es. Magasságát tekintve pedig, hát olyan 3,5 cm-es jó esetben, igen. De mindezek után nézzük is meg, hogy hogyan mozdul el a kamera, illetve hogy hogyan alakítjuk el Grimlockot. Nos, mindenki kapaszkodjon, bonyolult lesz, ezt hátra lenyomjuk, kezeit lehajtjuk, és szegény dino fejét ketté tépjük. És íme itt van előttünk a Cyberverse Grimlock a maga mienségében. Nos, Grimlock feje igazából feketének hivatott lenni, de gondolom a Tiny Turbo Changeres büdzsének a korlátai miatt nem lett fekete a feje, de ettől függetlenül egy aranyos kis figurával van dolgunk a maga mienségében. Nagyon kis aranyos. Igen. És még látszódik is, hogy van rajta fény. Részletezett, még a vállán is látszanak a kis rakétavetők, és ha jó a szemed, látod itt a kis dino kezek továbbra is megvannak, mintsem a dino módból. Érdekes, hogy hogyan marad meg mind a két módban ez az apró kis részlete. De nézzük is meg, hogy ezen apró részlet mellett mekkora is őkelme, ha meg tud állni, írni. Kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénkhez képest. Kicsikét még alakítok a lábán. Így. Né. És most már meg is áll. És itt látszik, hogy immáron magasabb, mint sem LEGO emberkénk, és körülbelül LEGO technik emberkének a térdéig él. Így itt a hát hasáig, lába száráig, olyan hosszú, mint a lába. Nos, félretéve őket, és miután félre dől Grimlock, nézzük is meg, hogy őkelme mennyire mozgatható. Nos, Tiny Turbo Changeröktől eltérően még a lába is mozog mind a kettő, ez bizonyítja az előző elesése is, hogy mennyire mozgékony a lába, és majdnem képes egy tini spárgára. Igen. Kezeit tekintve pedig a keze körbe fordul, és hát értelemszerűen, mivel egy darabból van, nem mozog másút, ugyanez vonatkozik a másik kézre, és ha akarjuk, egy kis sapkát is kaphat Grimlock, de ez nem feltétlenül szükséges a nyári dolgokhoz, de ha már nem tudom magyarul, hogy ilyen mogorva talán? Mindegy. Grimlockot hozzuk be a képbe Grimlock mellé. És itt van a korábbi movie verziója neki. Nos,
így átalakítgatva őket, megtekinthetjük, hogy egymás mellett milyen a két dinoszaurusz. Így né. Szóval igen, az egyikük egy T-rex, a másik pedig egy metálsárkány. Igen. Nem tudom, hogy olyan gyakran lehet látni ilyen Transformers filmes szobrokat mindenféle nyers vasakból, vagy különböző autómaradékokból összerakva, mert hát annak egy ilyesmi formát el lehet képzelni, hogy valami motorok maradékából az ember összerakhat, de hát ez van. Nagyon kis aranyosak, kis kedvesek. Igen. De, hogy színesítsük meg az ember és a dinó életét, behoztam a képbe a falka többi tagját is, itt csak is Grimlock és Zselés Grimlockot is. Igen. Teljes mienségükben a kis színes egyéniségek. Így. Kisködösök. Igen. Őket is gyorsan átalakítva. Ez a bemutató már nem csak Cyberverse Grimlockról, hanem a Movie Teeny Turbo Changer-es Grimlockról is szól, habár neki már régen múlva terveztem egy külön videót, most hirtelen nem jut eszembe, hogy meglette vagy sem, de úgy emlékszem, hogy nem volt neki, ezért most így kombináltan kapott egyet, hogy mindenki örüljön neki. Nos, mindezek után így mindenkit átalakítva, így, ne, azt kell, hogy mondjam, hogy köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek itt hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt tedd meg, amennyiben pedig ilyen és hasonló videókra vagy kíváncsi, kérlek, itt iratkozz föl. Még egyszer, köszönöm, hogy megnézted a videómat, és amennyiben tetszett, kérlek, kövess minket a Facebookon is, itt a leírásban található linken keresztül. Még egyszer köszönöm, és a továbbiakban is szép napot kívánok. Sziasztok!